láttuk a felhívást, ugye marketing szakmában dolgozunk, tehát mind itt a kreatív, mind az online hát szakmában így mi is jelen vagyunk a Mizó márkával, úgyhogy mindenképp hasznosra gondoltuk, mert ami leginkább érdekelt, az online média megértése, hiszen azért ugye a social médiáról elég sokat hallunk, és így látjuk napi szinten mi is, illetve alkalmazzuk, de maga inkább a média, online média vásárlás, szerzett tartalom, saját média építése volt a fontos, hogy megértsük. Mit adott nektek ez a képzés ezzel adta a két nap alatt? Mindenképp ugye az elméletit, hogy jobban megértsük, ugye mutatószámok, jó összefoglalásokat kaptunk, hogy egy-egy új termékbevezetésnél, vagy egy új platform, blog indulásakor miket kell figyelni, tehát ennek a megértése szerintem fontos, mikor kap az ügyfél egy ajánlatot, hogy akkor mégis mi alapján döntsön, illetve ez a saját média kiépítési, felépítés, azt gondolom ez egy újszerű dolog, és ezt mindenképp érdemes átgondolni a jövőben. Hogyan tudod hasznosítani a képzés során szerzett dolgokat? Hát azt gondolom, hogy ez nagyobb átgondolásra szorult, tehát mind akár a weboldalunk is ugye megújult, ott is át kell gondolni, hogy tudjuk továbbfejleszteni, erről is volt szó. A mobil eszközök alkalmazása szintén azon is dolgozunk, hogy tudjuk ezt jobban, még hatékonyabban alkalmazni. És az egészet egybe kell kezelni, tehát akár itt a social médiát, illetve a saját tartalmakat. Szerintem össze fogunk ülni, és akkor jövő héten átgondoljuk, hogy mik a következő lépések.